A lehetőségek adta körülmények között gördülékeny indult az idei tanév a Tolnai Gimnáziumban. A következő feladat a jövő gimnazistáinak felkészítése a sikeres felvételire. Az eddigi megszokott formák azonban most a vírusveszély miatt nem működnek, így új lehetőségek kidolgozására volt szükség. Szombatonként rendezzük meg a nyílt napokat, többször is megpróbáljuk, most már volt egy. Ezen a héten is október 3-án szombaton délelőtt is lesz egy az iskolában, és szeretnénk novemberben is egy-két szombat délelőttöt erre fordítani, hogy megismertessük a leendő diákokkal és szüleikkel az iskolát. Természetesen órára nem tudnak bemenni, gyerekek nincsenek. Igazgató helyettessel, illetve egy-két kollégával igyekszünk tájékoztatni a szülőket és a gyerekeket arról, hogy mi vár rájuk, hogyha Tolnai Gimnáziumban jelentkeznek. Hogy azért mégis legyen valami fogalmuk arról, hogy hogyan zajlik egy óra, mi a mindennapi rutin, ezt megpróbáljuk rövid kis felvételekkel bemutatni. A héten többször bent voltam órát látogatni, és készítettem egy rövid felvételt, ebben a kollégák is segítettek, és ezt megmutatjuk a gyerekeknek és a szülőknek is. Ezeken az alkalmakon kaphatnak tájékoztatást arról is, hogyan változik a felvételi, melyet ettől az évtől rendszerbe áll Tolnán is. Ehhez némi segítséget is szeretnénk nyújtani, méghozzá online felvételi előkészítőt szervezünk. Már eddig elég sokan jelentkeztek, úgyhogy megpróbáltuk beosztani a kollégákat, külön a 6 évfolyamos, külön a 4 évfolyamos felvételi vizsgára fogják felkészíteni a gyerekeket, matematikából és szövegértésből. Egyik héten lesz matematika, a következő héten pedig szövegértés. Így azért folyamatosan mind a kettőből tudnak készülni, közben otthon is tudnak egy kicsit gyakorolni, a kollégáknak is van ideje újabb feladatokat összeállítani, illetve kijavítani, amit visszaküldenek a gyerekek. És talán egy picit segítséget tudunk nyújtani nekik abban, hogy hogyan kellene értelmezni a feladatokat, hogyan fogjanak hozzá, hogyan osszák be az idejüket, mire figyeljenek különösen, és hát persze gyakorolnak is bizonyos feladattípusokat. De reményeink szerint azért talán sikerül majd személyesen is találkozni, ha úgy alakul a helyzet. Illetve a matematika, az első matematika felkészítő foglalkozás egy kicsit rendhagyó módon zajlik majd, innen az iskolából próbáljuk közvetíteni. Tehát a kolléganő a nagy, új digitális tábla segítségével fogja fölvenni a kapcsolatot a számítógépek előtt ülő diákokkal, és Zoomon keresztül próbálja meg bevonni őket a feladatok megoldásába. Az első felkészítő órákra október első hetében kerül sor. A jelentkezőket az időpontokról az iskola e-mailben értesíti.